Már hagyomány, hogy szezonnyitó előadásokat, szezonnyitó sorozatot rendeztek szerte az országban, így van ez most Hajdúszoboszlón is. Nagyon sok újdonságunk van az idei évre, és minden évben megtartjuk alapvetően, mert elkötelezettek vagyunk amellett, hogy bemutassuk a termelőknek, hogy mi az, ami őket Magyarországon előre viszi, mit tesz a Syngenta értük, milyen új megoldásokat kínál. Alapvetően ez egy 7 rendezvényben álló sorozat, ez a harmadik helyszín, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy több mint 400 termelő tisztelte meg jelenlétével a rendezvényünket. Az utóbbi néhány esztendőben nagyon sok hatóanyagot, nagyon sok molekulát kivont a forgalomból az Európai Unió. Egy világcég hogyan tud erre reagálni? Milyen kihívást jelent ez nektek? Nekünk is nagyon nagy kihívás jelent, de a termelőknek is. Tehát nagyon fontos az, hogy egy széles termékpalettából tudjanak választani a termelők. Mindenki tisztában van azzal, hogy az EU szabályozás következtében a növényvédőszergyártó cégek élete itt Európában borzasztóra megnehezült. Számos hatóanyagot vesztettünk el, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az elkövetkezendő években még több hatóanyagot fogunk elveszíteni. És hogy hogyan reagálhatunk erre? Én úgy gondolom, hogy azzal, amit a Syngenta is csinál, hogy lényegesen több erőforrást teszünk be a kutatásfejlesztések mögé. Ez éves szinten a Syngentának nagyságrendileg ilyen 1,3 milliárd dollárt jelent. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagy büszkeséggel tölt el minket az, hogy idén 2 új hatóanyaggal is megismerkedhetnek a termelők. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy Európában is minél több új hatóanyagot tudjunk bevezetni. Sajnos viszont azt kell látnunk, hogy az EU szabályozás miatt lényegesen hosszabb idő telik el egy-egy új hatóanyag megjelenéséig, mert Syngenta is közel 100 000 hatóanyagjelöltet vizsgál meg éves szinten, de ebből 7-8 év alatt lesz egy kész formuláció. Most ezek a hatóanyagok, amiket be fogtok vezetni, ezek vannak olyan jók, mint amiket kivontatok, illetve ki kellett, hogy vonjatok? Igen. Az egyik új hatóanyagunk a szolatenol, az egy új kalászos fungicid készítményünknek lesz a hatóanyaga, az már a legújabb generációs SDHI, tehát hogy a krémek krémje a tavalyi kísérleteink alapján nem csak termés rehat pozitívan, hanem a termés beltartalmára is javítja a sikértartalmat, a fehérjetartalmat, és azoknak a termelőknek, akik igazán minőségi terméket szeretnének termelni, gyakorlatilag kötelező elem lesz a termékpalettájukon. A másik hatóanyag az a Sedaxan, ez pedig egy olyan csávázószer hatóanyag, ami kifejezetten csávázásra lett fejlesztve. Tavaly már itt volt a kukoricában, és a 2019-es szezonban a kalászos kultúrákban lesz elérhető a termelőknek. Ti nagyon sok olyan programot is elindítottatok, amit más cég, hasonló cég nem tesz. Ilyen ez a mélegelő program is. Ti nagyon odafigyeltek a méhekre már évek óta. Az előadásomban is beszéltem arról, hogy nagyon-nagyon sokat kell tennünk azért, hogy a társadalmi elfogadottságát az iparágunknak javítsuk. Viszont aktívan is kell azon dolgoznunk, hogy mutassuk azt, hogy mit teszünk a biodiverzitásért, a sokféleségért, azért, hogy az élő helyekért, az élő lényekért. 2005-ben indított az Egyesült Királyságban a Syngenta ezt a programot, 2009-ben már itt volt Magyarországon. És ennek az eredménye, hogy közel éves szinten 7000 új hektár van telepítésünk ebből a mélegelő programból, ami úgy gondolom, hogy ez igazi sikertörténet az életünkben, és a vizsgálataink alapján azokon a helyeken, ahol ezeket a keverékeket használják, 5-10-szer magasabb a hasznos élőlények, a beporzó méheknek az aránya, mint a más területeken. Nehéz a termelőket meggyőzni arról, hogy lépjenek be ebbe a mélegelő programba? Én úgy gondolom, hogy egyre kevésbé, és ők is fölismerték, ez is mutatja azt, hogy több ezer hektáron éves szinten ott vagyunk, illetve az még egy nagyon-nagyon kedvező hatása ennek a mélegelő programnak, hogy jó helyre rakva, akár a talajerózióra is kedvező hatásokat érünk el, megakadályozzuk azt, hogy a talajvizekbe bemosódások történjenek, tehát hogy aktívan a termelők is tudnak azért tenni, hogy megőrizzük a biológiai sokféleséget, és a környezeti terhelés minél kisebb legyen. És én úgy gondolom, hogy ezt a termelők is egyre többen fölismerik és alkalmazzák.